Azonnali permetezésbe kezdtek a gazdák a május 25-én este érkező jégeső után, hogy megakadályozzák a sérült növények gombásodását, megbetegedését. Az Orbán napján érkezett szupercella és jégeső hatalmas károkat és fejtörést okozott a térségben gazdálkodóknak. Ebben a barackosban nem sokkal a vihar előtt jártunk, akkor arról számoltunk be, hogy idén kiváló termés lesz, mert nem érte a fákat fagykár. Ugyan barack lesz, de korán sem lesz olyan minőségű, mint amire akkor számítottak. Igazából ugye a gyümölcsnek a felületén okozott sérüléseket, ezekkel a sérülésekkel olyan minőségi alapanyagot nem tudunk piacra értékesíteni, mint amit az elmúlt években. Most ezeket inkább megpróbáljuk majd inkább pálinka alapanyagnak, illetve lekvár alapanyagnak értékesíteni. Ugye ilyenkor az embernek a szíve nagyon fáj, mert nem csak az anyagi kár az, ami nagyon fájdalmas tud lenni, hanem az a kár, amit a fák elszenvednek ilyenkor. És ez az ültetvény most már a második nagy jégkárát élte túl. Alapjáraton szükséges egy zöld ritkítás, most ezt a természet helyettünk megtette, besegített egy kicsit. Nem így számítottunk rá, de én azt gondolom, hogy egy olyan fánként, egy olyan két vödör simán lent van a földön, amit úgy levert. És ami pedig a fákon fönt maradt, hát azoknak is azért elég nagy része sérült. Ilyenkor most kapnak egy kénes biostimulátoros permetezést, hogy a sérülések azok beforjanak valamilyen szinten. Tehát a sérült barackokat ugyanúgy ki tudja érlelni a fa, és akkor így nem dobáljuk le. Ugye már amelyiken a felületi sérülés nem olyan nagy. Aminek mondjuk a magjáig pusztította le a jég, azt ledobjuk, mert ezzel nem tudunk mit csinálni. A szekszárdi borvidék déli részén a szőlőt, de mondhatnám egyéb kertészeti kultúrát is, ugye a barackosokban is jelentős károkat okozott, de hát a szántóföldi növényeket se kímélte. Szilágyi Tibor épp a szőlőjéhez viszi kis stábunkat, hogy megmutassa, mekkora károkat okozott az Orbán napi szupercella. Fizikálisan ugye leütötte a hajtásokat, a leveleket, ugye a levélzetet károsította. A gazda elmondta, egyébként sem túl könnyű év a 2022-es, hiszen országos szinten aszály van, így nehezebben fejlődnek a növények is. Ezt tetőzte a vihar, amiből dióméretű jegek hullottak. Igazából nincs olyan kultúra, ami ne lenne érintett. Itt a háztáig veteményesektől egészen ugye a szőlőig, illetve a szántóföldi növényekig mind megsínlették az elmúlt napok időjárását. Sajnos ezek a fizikai sérülések olyanok, amik sok esetben már nem korrigálhatók. Nyilván a gazdatársak kint vannak tegnap reggel óta felmérni a károkat növényorvosokkal, hogy miként lehetne permetezéssel mérsékelni a károkat, de a kukorica napra forgó, illetve a szőlőbe a hajtások esetén, amit a jég elvert, amit eltört, az idén már nehezen fejlődik vissza. Egyébként se egy könnyű év ez a mezőgazdaságban. Gondolok itt a szomszédos országban zajló háborúra, a piacokon zajló nagy kilengésekre, műtrágya drágulás, inputanyagok tényleg drágulása, és sajnos ez a szupercell, ami Kaposvártól egészen ugye itt Bátaszéken és Szeged irányába itt egy elég jelentős sávba, szerintem több ezer hektáron komoly károkat okozott. Mi szántóföldi növénytermesztéssel, illetve szőlészettel foglalkozunk. Hát mivel ebbe a sávba gazdálkodunk, ahol ez a szupercella haladt, igazából nekünk az összes kultúránk érintett ebbe. Egyelőre még nem tudják pontosan, hogy mekkora kár érhette a családi vállalkozást. Nagyon kiterjedt területen nagy a kár. Kollégákkal tegnap reggel ugye első benyomásra a szőlőben legalább egy 50%-os kárról beszélhetünk, de ez igazából az elkövetkező napokban derül ki az összes kultúrában, ahogy a kollégák, gazdatársak, mindenki ki tud menni a területre és felmérni azokat a károkat, amiket a jég okozott. Ez elsősorban azért van, mert ugye még itt az első nap a növény, hogyha el is tört, még azért zöld, ez ugye a száradással válik majd
jobban látványossá, amikor ugye a szárat elhalt részeket fogjuk már szemrevételezni, abból azért jobban kiderül, hogy valójában mekkora a kár. A csapadéknak még nagyon örülnénk, de bízunk benne, hogy további jeget itt Tolna megyesebb, de az országban, hogy mindenkit elkerül ez a természeti csapás. A jég és a mellé társuló szélvihar a kalászosokban is jelentős károkat okozott. Annak ellenére, hogy mondjuk nem is olyan látványos, de maga a jégcsapás fizikálisan ugye a kalászt is roncsolhatta. Ezek az apróbbnak nevezett sérülések utána pedig itt az elkövetkezendő napokban ezek áttérhetnek minőségbeli romlásra. Ugye egy hónap múlva már jó lenne betakarítani az árpát, viszont hogyha sok sérülés van ugye a kalászon, ez óhatatlanul utána gombásodási betegségnek ad terepet, és ezáltal megnő a toxinoknak, vagy potenciálisan megnő ugye a toxinoknak a jelenléte, ami sajnos a minőséggel hatással lesz. Az Európai Unióban egyedül Magyarországon működik a teljes országot lefedő jégkármérséklő rendszer. Tolna megyében 37 generátort üzemeltet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Május 25-én az Országos Meteorológiai Szolgálat által leadott riasztást követően azonnal be lettek kapcsolva a generátorok. Ez körülbelül délután 13:30 jelent, és este 9:30 üzemeltek a generátorok. Azt tudni kell, hogy Tolna megye fölött 2 szupercella is keletkezett 11 km magasságban. Ez okozta Szekszárdól délre fekvő területeken a károkat. Ez a rendszer csodákra nem képes, tehát például azt a jeget, ami a határon túli zivatarfelhőkben keletkezik, azt felolvasztani nem tudja, és a szupercellák esetében pedig a mérséklő hatás lép életbe, tehát hogyha például védekezés nélkül teniszlabda nagyságú jég hullana, akkor az diónagyságúra, hogyha diónagyságú hullana, akkor az cseresznye vagy borsó nagyságúra tudja mérsékelni, ezzel csökkentve a gazdasági károkat. A kárbejelentések folyamatosak, így még nem tudják, mekkora veszteség érte a gazdákat az Orbán napi viharkor.